Hazánkban jelenleg is folyik a kibővített Hunchest 2 vizsgálat, amely egy Magyarországon egyedülálló szűrőprogram. A tüdőrák gyakran alattomosan, tünetek nélkül növekszik, az esetek nagyobb részében csak előre haladott, már nem műthető stádióban fedezik fel, pedig a leghatékonyabb gyógymódja a korai műtét. Az alacsony dózisú CT vizsgálattal még időben észrevehetővé válhat a tüdőrák. A vizsgálat ingyenes, de feltétele, hogy a páciens 50 évnél idősebb legyen, egyéb daganatos betegség nélkül, jelenleg is dohányozzon, vagy a dohányzásról 15 éven belül leszokott legyen, és élete során átlagosan 25 évig napi egy csomag cigarettát elszívott. Sajnos a tüdőrák vezető halálokként szerepel Magyarországon, és nagyon fontos lenne tüdőrák esetében is, úgy mint minden rák esetében, a korai felismerés. Ennek az első, egyetlen és első jele a CT-vel elvégzett szűrővizsgálat. Ahogy a tüdőgyógyász is hangsúlyozta, a kulcs a korai stádiumban való felismerés. Ilyenkor még tüneteket sem tapasztal a beteg. A tünetek azok már a betegség jelei. Ez a szűrőprogram, tehát az elmondott betegcsoportra, vagy népcsoportra, lakosságcsoportra vonatkozik, tehát ide bárki mehet a szűrővizsgálatra, ki az dohányzik, nagyon sokat dohányzik. A tünetek megjelenése, ami már kivizsgálást igényel, a vérköpés, illetve a köhögés. A köhögésnél szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy a dohányos beteg köhög, tudjuk ismeretségi körünkből, azonban a köhögés jellegének a megváltozása az mindig felhívja arra a figyelmet, hogy kezdődő tüdőrák lehetséges. Ez a megváltozott köhögés vonatkozhat arra, hogy nem csak reggel, hanem délután és este is, vagy valamilyen testhelyzet változtatás hatására is jelentkezik a mélyikrákogás. Ilyenkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni. Fontos kiemelni, nem csak a dohányosok között alakul ki tüdőrák, de ez az egyik legfontosabb veszélyességi tényező. Emellett fontos az is, hogy valakiben van-e genetikai hajlam erre.